Szeretettel köszöntelek benneteket a Cumo Podcastben. Ez itt a Magyar Jazz Történelem második része. Ebben a második részben a 70-es és 80-as évek művészeiről beszélgettünk. Sajnos sokuk már nincsenek közöttünk. Friedrich Károlynak el kellett mennie, nem tudta folytatni a második részt. Sajnos Marosik Róbert sem, technikai okok miatt nem tudott velünk lenni, de majd vele egy külön podcastben találkozhattok. És ha még nem iratkoztál föl, akkor kérlek iratkozz föl a csatornámra, ha tetszenek a videóim, és nyomhatsz egy lájkot is. A második részben Szakcsi Lakatos Junior Béla, Gáspár Károly és Harper Lászlóval folytattuk a magyar jazztörténelem beszélgetést. Ugye akkor, hogy magamhoz ragadom a szót, de tényleg, hogy nehogy elfeledkezzünk róla, és ugye nagyon fontosnak tartom, és mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a, mondjuk így, hogy a középgeneráció, tehát hogyha mondjuk a 30-as évekből indulunk el, akkor az utána következő nagy-nagy generáció egyik legnagyobb alakja, sajnos fiatalon elveszítettük, Füsti Baló Gábor, idén lenne 65 éves, és tényleg azért ragadom magamhoz most a szó, hogy nehogy erről véletlenül is elfeledkezzünk. Zseniális zongorista és zeneszerző volt. Én sajnos személyesen nem ismerhettem őt. Azt hiszem, hogy ti mindhárman viszont igen, Cumo, azt hiszem, hogy édesapád játszott is vele, igen. És hát ugye mindhárman ismertétek. A mai napig az a helyzet Füstivel kapcsolatban, hogy azért hála Istennek jó néhány felvétele megtalálható például a YouTube-on. Egyszerűen elképedve hallgatom, hát egyrészt nyilván a zongorázását, a másik az, hogy milyen dalokat írt, és hogy a hangszerelt. Tehát hihetetlenül előremutató volt minden szempontból a munkássága, és olyan életművet hagyott maga után, annak ellenére, hogy sajnos csak, jól mondom, ugye, hogy 30 évet. Igen. Ért, hogy az egyszerűen hihetetlen. Viszont azt szomorúan tapasztalom, hogy néha csinálok ilyen próbákat, fiatalokat próbára teszek, és megemlítem a nevét, ez bizony sokan már nem ismerik. Hát többek között azért jó ez az, amit most mi csinálunk, hogy nem nagyon esik szó a magyar jazzről. Illetve a Latvia, nagyon sok emberrel csinált interjút, de vagy többet kéne beszélni a magyar jazzről, hogy a fiatalabbak is jobban oda. Az az igazság, hogy az egész zenész legenda ötlet annak ide, amikor elindult a Rádió C, pont ezért jutott eszembe egyébként, igen, mert a magam, ugye akkor még én is fiatalabb volt, nem ilyen puró voltam, mint most. Fiatal voltam, kellett a pénz. Most is nagyon jó képű vagy, Lacikám. És ott nagyon sokat kerestünk a Rádió C-be, tehát annak az volt a nagy dolog, nagyon sok. Gondolom. Tehát, hogy kérdezgettem a magam generációt, romákat, hogy hallottatok arról, hogy Csányi Batyi, hogy Batyi. Ugye én szerencsés helyzetben voltam, a nagybátyáim együtt barátkoztak, játszottak velük. Anyukám is, miután oda följártak, a Batyi keleket nagyon jól ismerte, mint kislány, mert ugye a bátyáihoz jött barátkozni. Tehát, hogy, és mondták, hogy Banyák Kálmán, fogalmuk nem volt. És akkor megkerestem a Rádió C-t, hogy van egy generáció, akik ugye diszidáltak, és kitörlődtek a magyar kultúrtörténetből. Igen, igen. És hogy ezekről kell beszélni, és hála jó is ennek lett is foganatja, mert például az, hogy Banyák Kálmán Kunszent Miklóson onnan származik, azt például onnan tudta meg az ottani egy nagyon aranyos ember, most a neve nem jut eszembe, hogy ilyen kulturális szervező, hogy ott született, és azóta emléktábla van neki, Kunszent Miklóson megemlékeznek rá többször, hogy a könyvbe szólt, és utána nézett, persze még neten, meg minden, tehát hogy ezért is jó ez, és köszönjük neked, Cumo, hogy ezeket összefoglalja, mert hogy ezekről az emberekről muszáj beszélni, mert tényleg így van, hogy Karcsi mondja, hogy sajnos a fiatal emberek nem tudják, hogy ezek a hatalmas muzsikusok ezek voltak, mert ugye szegény Füsti is, ugye nagyon hamar, hiszem 87-ben, 88-ban hunyt el. A körül, igen, 87. Hát ez most már nagyon régen volt, és bizony van, aki nem is hallott róla, miközben még abban is ugye egy olyan igazi, hogy mondjam, nagy muzsikus, vagy nagy személyiség, hogy a sztorik is nagyon nagyok. Igen. De azokhoz tartodik, hogy nem csak egy a mosak egyetlen, hanem a sztorik, ugye az a... Ja. De ha már beszélünk a Füstiről, úgy az igazságos, hogy megemlítjük a Pleszkál Fricit is. Így van. Ők kortársak voltak, és szintén egy nagyon nagy tehetségű zongorista volt, aki
Relatív nem annyira, mint a Füsti, de korán elment. Igen. És hát a Kárdonyi Laci, tragikus sor, aki a Berkeley professzor, meg a Gárdonyi 30 éve, ő is egy generáció. A Berkeley azt hiszem most 31 éve professzor. Ez egy generáció volt. Sőt, ez egy generáció. Igen. Csanyi Zoltán is. Így van. Így van. Csanyi Zoli is fantasztikus. Aki szintén egy egyéniség. Így van. És hát akit még nem említettünk meg, természetesen majd Béla bácsiról is hát nyilván beszélünk, de hát Csibe Balogh Jenő. Csibe Balogh. Bizony, bizony. Bizony. Ő nem is járt zeneiskolába se, jól tudom, teljes autodidaktan volt. Ezt nem tudom megmondani. Ugye? Nem is volt hova járni. Ja, igen. Hát igen, így van, nem is volt hova járni. Nem volt intézményes jazz. Múltkor beszéltünk. Igen. Mikor volt az első intézményes jazz oktatás? Igen. Relatíve későn, persze. Persze. Aztán itt van az apósom, a Csík Gusztáv. Oh, bizony. Róla nagyon keveset tudnak, pedig aztán a Dizzy Pia, Johnny Griffin. Bizony. A Kenny Clark, a Nils Henning Ørsted Pedersen, a világsztárok a muzsikában. Bizony. Nem is akár. Igen. És hát ez, amit mondtam nektek, hogy majd szeretném elmondani itt a beszélgetésről, mert azt mondom, hogy nagyon fontos, ugye most előző generációkról beszéltünk, hogy Béluskám, amikor szegény apukád elment, ugye akkor csináltam egy műsort róla is, és a pályatársakkal egy ilyen rövid volt ez, csak hogy ilyen megemlékezés. Igen. És amikor a Tony Lakatossal beszélgettem, akkor mondtam neki, hogy nehogy megsértsem, mert ő is egy fantasztikus muzsikus, ugye a későbbi a Füsti generációjában, ugye őt is elkever, világot járó művészről van szó, hogy mondtam neki, hogy remélem nem sértődsz meg, mert te is mondtam neki, egy óriási muzsikus vagy, de én azt hiszem, hogy ha most meg kellene mondani, hogy ki volt minden idők legnagyobb magyar jazz muzsikusa, mert az én azt gondolom, hogy Szakcsi Lakatos Béla. És azt mondta attól, hogy maximálisan egyetértek, és megismérte tőle is. Minden idők legnagyobb magyar jazzmuzsikusát úgy hívták, Szakcsi Lakatos Béla. Apám fantasztikus volt, az a fajta nyitottság, amivel tudta a zenét kezelni, és mindenhez, amihez szokták mondani, hogy aki jó jazzzenész, az teljesen mindegy, hogy nem kell szédahegyet játszani, nem kell, hogy bármilyen stílus, mert bármihez nyúl, az aranyá változik. És azt hiszem, apám ilyen volt. Akár a klasszikus zenéhez volt, akár zenét szerzett. És volt egy olyan adottsága, ami nem a technika fejlesztő gyakorlatot sose csinálta, hanem egy beleszületett olyan zongorista adottsága volt, ami a klasszikus zongoristákkal vetekednek. Mert manuálisan annyira tudott zongorázni, most nem műfajokról beszélünk, hanem effektív zongorázni. Igen. Hogy egy olyan billentése volt, egyszerűen úgy szólt a keze alatt minden, a legvacakabb zongora, és bécsi mechanikáson is hallottam. Mindegy. Mindegy volt. Egyszerűen az a csilingelés, vagy nem tudok rá igazán jó szót mondani, ezt nehéz elmondani. Kikorra azt mondta, hogy a 21. század legszebb zongora. Igen. Igen. Hát rengeteg történetem van Béla bácsival kapcsolatban, mert hát őt hála Istennek volt szerencsém ismerni személyesen jól. Most ezek közül egy vagy kettő jut eszembe, gyorsan elmesélem. Az egyik a számomra egy nagyon nagy lecke, amit soha nem fogok elfelejteni, amit adott nekem akaratlanul. Volt egy időszak, amikor ugye hozzátok, Béci, nagyon sokat, szinte naponta jártam fel, mert ugye videójátékoztunk ugye egy ilyen futballjátékkal, és akkor mindig összejöttünk egy páran, és akkor ezt nyomtuk. És a másik szobában pedig Béla bácsi gyakorol, és körülbelül már a harmadik, negyedik napnál tartottunk, amikor minden este felmentem és játszottunk, vagy délután, és Béla bácsi egy alapsztenderdet, ami tényleg, hát szerintem ő már akkor, nem tudom, 30 vagy 40 éve játszott a legmagasabb szinten, a Stella by Starlight-ot gyakorolta minden nap.
de hosszan, sokáig elkezdte a témát, és improvizált. És akkor az akkori fejemmel, agyammal, ugye lehettem, nem tudom, 20 éves, én ezt nem értettem, hogy egy szakcsillaghatós Béla miért kell, hogy a Stellát gyakorolja. Hát ő ezen már réges-régen túl van, és hát jóval később értettem meg, hogy ez a legnagyobb zenei alázat, hogy ő valami miatt abban az időben úgy gondolta, hogy őt valami miatt ez előre viszi, és hogy neki a Stella ugyanolyan fontos volt, mintha elővette egy zongora versenyt, vagy egy jóval nehezebb standardet, vagy elkezdett komponálni. Tehát nekem ez tényleg egy életre szóló lecke meg tanulság a legjobb értelemben véve, a zenei alázatot tekintve, hogy bizony akkor járhatott mondjuk a 50-es korosztály lehetett, hogy akkor is ugyanolyan komolyan leült a zongorához Stellát gyakorolni, mintha elővett volna egy nagyon komoly partitúrát, és azt elemezte volna. Úgyhogy ezt soha nem fogom elfelejteni. Olyan mondatai voltak, amit az ember egy életre megjegyzi, hogy volt vendégem a Klubrádiós műsorban, és természetesen értelmentem, utána hazavittem, és az a két út, ami az autóba töltöttünk oda, meg utána, hát a műsor is persze felejthetetlen élmény, föl is tettem a YouTube-ra, de hogy amit ott beszélgethettem vele, és két olyan dolgot mondott, amit élek nem felejtem el, és megváltoztatta az életet. Az egyik az azt mondta, hogy tudod, azt mondja a jazz, azt mondja, az a szabadság, és a szabadsághoz bátorság kell. Szóval mindig úgy kell, azt mondja, valamit megfogni a hangszeren, hogy azt tudom, hogy jó lesz. Na most, ha mégse lesz jó, mert azt mondja, ilyen mindenkivel van, azt mondja, akkor majd kikeveredsz belőle, mert ezért vagy zenész. És ez egy akkora nyugalmat adott, már a következő bulimon másképp játszottam. Hát ha ezt egy szakcsillaghatós Béla mondja, akkor az így van. És akkor nem kell szégyelnem, ha valami nem úgy sikerül. De bátran bele kell menni, és lesz, ahogy lesz. Valahogy kifogok belőle. A másik, ami nagyon nagyot mondott, azt mondja, amikor elkezdesz játszani, nem kell akarni játszani. Hagyd, hogy jöjjenek a hangok. Ú, de nagy mondat ez is. És hát ami egy nagy dolog, és ezt Béluskám azért mondom ki itt is, mert ezt neked is elmondtam négy szem közt is, hogy nagyon nagy dolog, hogy nagyon méltó utódjai vagytok a muzsikában, az öcséddel együtt. Nagyon nagy dolog. Inkább. Én nagyon szerettem Béluskám, hogy játszol, nekem mondhatom. Apámat nem tudjuk utolérni, mert... Nem is kell. Persze. Ő volt, aki volt, és ti vagytok, akik vagytok. Ez most ettől független. Méltóak vagytok, nagyon jó muzsikusok vagytok, óriási. És ez egy nagyon szép dolog, hogy nem úgy megy tovább ez a név, hogy méltatlan emberek játszanának adott esetben. Ugye ráadásul azonos hangszeren vagytok. Igen. Tehát, nehéz volt, de... Hát nyilván. De beszéljünk egy kicsit a pályatársairól is, a lakatos ablakos Dezsa. Bizony. Szerintem nagyon méltatlanul bánt, ahogy sokunkkal. Nem mondom, hogy az ország, akkor így mondom, hogy a körülmények. Ugye, hogy ha most a zenész berkekben tudják, és teljesen a Dezsőnek a kvalitásaival a zenész kollégák azok egyetértenek abban, hogy egy fantasztikus zsenivel álltottam. És ha ma azt mondom, hogy egy fiatalnak, hogy Magyarországon volt egy altszaxofonos, aki egyébként ugyanolyan jól tenorozott, szoprázott, sőt úgy altfuvolázott, hogy kirázott a hideg, és akkor elkezdek nekik beszélni, akármikor tanítottam jazz történetet a Schubertben, és akkor azt mondom, volt egy lakatos ablakos Dezső, és nem tudok berakni egy lemezt, amit azt mondom, hogy ez a Dezső bácsi lemeze. Ezt ő csinálta, és kiadta valaki. Nem tudok mutatni. Nincs ilyen? Nincs. Vagy csak nem találjuk, hogy... Nem, nincs. Azért nincs. Mondom, hogy nincs. A legelső felvétele, amit hallottam, azt a Malosik Robi adta nekem, a Körösivel van. Ezt később adta ki. Igen, azt hallottam. Ott ez az antológia, LP jelent meg. Egy pár hónapja szakszofonozott, akkor még vagy? A Dezső, hát az akkora tehetség volt. Pár hónapja is úgy szakszofonozott, a felvétel. 3-4 hónap után úgy szakszofonozott, hogy,
hogy már el tudott menni muzsikálni. Igen. A Ratzernek az a, van az a roma nagyon jó osztrák jazzgitáros. Carl Ratzer. Carl Ratzer. Annak a New Yorki lemezen játszik, például fuvolázik is, szaxofonozik is. Ez egy fusion lemez, de nagyon. Az egy ilyen fusion lemez. Nagyon. Nagyon jó lemez egyébként. És hát azért említsük meg a testvérét, a Willy bácsit is. Nagyon jó. És nagyon komoly hangszerelő volt. Nagyon. Willy és bácsi. Az ilyen fusion zene, meg pop art abban az időben az akkori nagyon, nagyon menő popzenészeknek aranzsát is játszott, mint az Amy Stewart, vagy a... Igen. Hogy hívták, az olasz, nagyon híres, Európában nagy, Renato Zero. Igen. Ezeknek hangszerelt, meg ezeknek játszott a lemezein aranzsát. És hát a pecekkel, ugye ők Amerikában rengeteget játszottak együtt, aki szintén egy csoda volt, csoda igen. pecek. Hát azért... a pecek, Floridában, igen. Igen. Hát az nagyon jó az interjú, amit csináltál a pecekkel is, Laci. Igen, az is. Abban is egy akkora mondat elhangzik, hogy nézd azt, hogy ha nincs szerencséd, el vagy veszve. De ezek akkora igazság, ezért igen. Én annyira örülök, hogy annak idején ezt csinálhattam, vagy kitaláltam, vagy elindítottam az részleg, mert ez nekem volt a legnagyobb. Biztos, remélem, hogy sokan élvezték ezt. Nagyon, nagyon. De aki ezt a legjobban élvezte, az én voltam. Mert ezekkel a hatalmas emberekkel... De ez fantasztikus, hogy ezt megcsináltad, és megmaradt nagyon, nagyon sok. Hál' Isten. Egyébként egy nagy sztorit most elmesélek nektek. Bocsánat, hogy kicsit magamhoz megadom a szót, de nagyon röviden fogom elmesélni, hogy ne tartsalak föl benneteket. A dolog az onnan, mert hogy szó volt róla, hogy itt azért, ha most vagy Magyarországon, vagy nagyon Közép-Európát veszik, hogy azért mennyi jó jazzzenész került, ugye a csehszlovákoktól is, ugye a Maroslav Dito is meg. És hát azért ne felejtsd, hogy ebből a pici Ausztriából, ami kisebb, mint Magyarország jóval, hát azért ott van Joe Zawinul, aki egy sorsfordító muzsikusa tulajdonképpen a jazz történet. És hát amikor ő megnyitotta Bécsbe a Hilton szállóba a jazzklubját, akkor én bejelentkeztem. De bocsánat, magyar családból származik. Na ide akarok kiukadni, ez lesz a... Lelőtted, spoilereztél, cumokat. De majd hál' Isten hagytál még poénit. Na és ugye megnyitotta a klubját, és én bejelentkeztem, lehetett az interneten jelentkezni, hogy írtam, hogy a Magyar Cigány Rádióban dolgozom, és szeretnék kimenni a sajtótájékoztatóra. Így is történt, megérkezek, és mondják ott nekem, ahol regisztrálni kellett, hogy hát nekem nem ide kell jönni, de mondom, akkor hova itt mondom, megérkezek a Magyarországról, jövök Budapestre, hova kell mennem? Azt mondja, csodálatos, nagyon meglepő, hogy nem mehetek be a sajtótájékoztatóra, nem, azt mondja, ugye a hölgy volt elegáns, hogy szóval maga az ötödik, az ötből az ötödik, tehát az egyik, az ötből az egyik, aki személyesen kérdezett Zawinul. És akkor még nem értettem, hogy én miért lettem ilyen kivételezett helyzetben, mert volt vagy 100 újságíró, akik szépen beültek a terembe, és akkor kérdezgethettek. És akkor rájöttem, több lépcsőben, először nagyon furcsa volt, nagyon örültem neki természetesen, nagyon megtisztelő volt, és amikor csinálom, én is kérdezhettem ugye személyesen, akkor ő mondja, hogy neki kaposvári nagyszülői vannak, és hogy nagynak hívják. Jó, hát ez már nagyon érdekes volt, hogy nagy, meg magyar, meg íze, jó, hát mondom, akkor ezek szerint ezért lehet, hogy engem így kivételezett, hogy én kérdezhettem. Mert aztán ez tovább ment a történet, mert amikor szegény meghalt, ugye nem sokára erre pár évre, ma megjelent egy könyv, egy osztrák ember csinált vele rengeteg interjút vagy interjúv alatt, és azt kiadta egy kötetbe, és abban már beleírta a dolog másik felét, abban meg csak annyit írt, hogy az apámnak roma szülei voltak Magyarországon élő roma szülők. Ez a könyvben volt. Igen, ez meg már a könyvben volt. Na akkor esetleg, hogy én a Magyar Cigány Rádió, azt írtam, hogy Magyar Cigány Rádió, és hogy ilyen fajn volt, hogy egy szót nem szólt erről, hogy ő most ott nem bratyizott, vagy valami, és én automatikusan bekerültem az őtbe, aki kérdezhette őt nézzen közt. Akkor már megértettem. Na ez volt a sztori első felet. Következő történetrész, hogy a Nagy Józsi valakivel, ugye évfolyam társak voltunk Béluskával a jazz tanszakon, kiváló szaxofonos, ugye Bécsbe él most, megkerestem őt, hogy szeretnék, és csináltam is vele interjút, nagyon, szerettük egymást nagyon a jazz tanszakon is, hogy tudom, hány év után újra beszélgetni, és mesélem neki ezt a sztorit, mert hogy ő most Bécsbe él. Azt mondja, várjál, azt mondta, hogy kaposvári. Mondom, igen. Az apám azt mondja, a kaposvári és nagynak hívják. És azért Romában nem olyan nagyon gyakori a nagy név. Igen. És még kaposvári is. Sok nagy volt.
És utána nézett, és kiderült, hogy az apjának aztán a második unokatestvére volt az Ami. Valami rokon volt, igen. Bizony, rokon volt. Tehát nem véletlen, hogy a Józsika is ennyire tehetséges, mert azért ő, amikor ő elindult, ugye apád is csinált vele zenekart, Béluskám, méghozzá azt mondta neki, hogy nem úgy lesz, hogy Szakcsi Lakatos Béla nagy József Dó zenekar, hanem hogy azt mondta, hogy a Józsika neve legyen elő. Igen. Olyan jó szakszofon, úgy becsülte őt apád, és milyen érdekes ez, hogy kiderült, hogy még rokonok is egymással. Méghozzá nem is valami távol. Tehát a Józsinek az édesapja is nagyszerű szakszofonos. Nagyon, nem hát az egész család, persze. Hogyne. Úgyhogy ez legyen áldott. Milyen érdekes történet ez, hogy így lépésről lépésre derültek ki a dolgok. Fantasztikus. Nekem a Jaredről derült ki, hogy a Charlie Eden személyesen mondta. És akkor mondtam, igen, hogy magyar számozású, roma számozású zongorista vagyok, és akkor ja, azt mondja, tudod, hogy a kit is magyar számozású, roma számozású, micsoda. Igen. És emlékszek rá, soha nem felejtem el, ott voltak a többiek a zenekarban, akik mindenki amerikaiak voltak, na azt mondja, most már azt mondja, nagyon jó, azt mondja, van egy ilyen kontaktus a jazzzel személyesen is. Mi van? Tudod? Valahogy így bemondták neki. Tudod, mert ugye az amerikaiak, főleg a feketék, azok szeretik, hogyha vannak a gyökerek, tudod, a jazzben. Olyan. És akkor, hogy hát mondom, ez van, tudod, de nem tudtam én se ezeket, amiről te is mondtál, a Joe-ról is. Hallottam, de én nem tudtam pontosan, de hogy a Jarrettről, ez meg végképp ez így bum, tényleg, és az, hogy és hát ugye tudjuk, hogy Bach is. De a Lisztről is mondják egyébként. De a legmorbidabb a Beethoven. Tényleg? Volt egy ilyen elmélet, hogy nem igazából, hát nem Ludwig von Beethoven, hanem Ludwig van Beethoven. Ah. És ez egy szürinámi ősökről van állítólag, úgyhogy a Beethoven az fekete. De szerintem meghallanák a németek. A hajukat is, ha ez igaz lenne. Na mindegy, szerintem menjünk, annyi ember van, aki... Nagyon sok, én azt gondolom, hogy ezt nem is tudjuk így elmondani, és tényleg... Hogy milyen fantasztikus ez, hogy beszéltünk a zongoristákról, hogy ez milyen erős indulása volt Magyarországon, és a jazz összes hangszerén, de különösen zongora Magyarországon mennyire domináns. És hát, hogy ez a generáció, aki kihozta a vendéglátóiparból a színpadra, ugye? Bizony. Az ez apám még generáció. Valószínűleg ez ennek köszönhető, hogy itt, hogy az olyan sok jó zongorista volt, akiket felsoroltunk, hogy ez valahogy így folytatódott, és akkor több generáción is, és mi a Cumó generációja, a Gáspár Kacsival, a Botos Robi, ez mind fantasztikus zongoristák. És az utánuk lévő is, a mostaniak, a Zolán Kálmán fiai, az Egri Ajcsi Junior, akkor mondhatnám, de mindenkit, nem csak a romák közül, a Tálasáron, szóval annyi jó zongorista van itt, hogy én ezt ennek tudom be, ennek a nagyon erős tradíciónak, nem? Gondoljátok? Igen, és az, hogy ott a 8. kerületben például, hogy ott egy nagyon komoly zenei élet volt, és hatottak egymásra ezek a nagyon jó zenészek. Ugye például Rádúj Misit se felejtsük ki, Ugye amikor a Rákfogó megalakult, tökben a édesapáddal, és ugye Jackie volt benne az Orszácki közszegi, ugye abban a nagy Rákfogó, hát abban voltak sokan, de most a nagyot mondom, amitől ilyen híres, hogy a Babos közszegi Jackie Radmir édesapád. Tehát, hogy ők tulajdonképpen megteremtették a fusion zenét Magyarországon. Azt is, igen. Amellett, hogy... Balázs Józsikát kihagyta, Balázs Józsefet. Úgy is van, igen. Nyilván szinte lehetett lehála, és nem tudják is feltolni. El is ezt akartam mondani, nem említünk az el, hogy sértődjön meg. Persze, nem van senki, ne sértődjön meg, aki esetleg. Itt most sorolhatnánk évfélig a neveket, mert tényleg annyit nagy tehetségű muzsikus van ebben a kis országban, hogy hihetetlen, hála jó Istennek. Sajnos a piac ez kevés, nem bírja ez.
Hát szerintem elbírná, szerintem csak nincs annyira. Nem akarja elbírni. Csak nem akarja elbírni. Tényleg így a zenészekről, a magyar zenészekről, akik így elvándoroltak, meg elmentek, azok mind nagy hírűek lettek, nem? Sokan bizony. Hát nem. Abba az időben. Azért sajnos. Hát, sokan nem. Hát de abban az időben, hát mit tudom én, hát nagyon sokan kimentek, akik ki tudtak. Úgymondva abba az időbe. És hányan eltűntek sajnos. Már nem úgy tűntek el, hogy szó szerint, hanem a pályáról eltűntek. Ugye? Igen, de azt is figyelembe kell venni, hogy minden ezt nem biztos, hogy reálisan látjuk. Tehát, hogy lehet, hogy valaki megélt egész életében jól abban és jó muzsikusokkal játszott, de nem lett mondjuk nemzetközi hír. Ja, nem jelent meg ötfelemet. Igen, és akkor esetleg mi úgy látjuk innen, hogy eltűnt. Mi jó, azokra gondolok, akikről tudjuk konkrétan, mit tudom, hogy kiépent Amerikába, aztán végül a fifofőr lett, vagy ilyesmi, mert sajnos nem jött neki össze a zenei pálya, tehát ezekre gondolok. Hát igen, aztán nyilván vannak olyanok, akikről nem tudunk konkrétan. Hogy de most azokra mondjuk az emberekre, akik itt is tényleg nagyon jó muzsikusok voltak, és neves muzsikusok. Hogyha azok kikerültek, vagy kimentek, igazán, akkor figyelj, én tudom, hogy például itt a Gyuszi a Babosról is, hogyha a Babos, én mindig mondtam neki, Gyuszi, neked Amerikába kell menni, miért nem mész ott, és hát neki ugye, neki volt is amerikai kötődése is, nagyon sok lemez csinált. Gyulának, a keveset tudja, most szumod, de a Gyulának nagyon kevés önbizalma. Igen. Én nagyon sokat beszélgettem, ő egyszer nem hitte el magáról, hogy jó. De tudod, miért Béluskám? Úgy azt mondta, hogy te teljesen másképp vittál, az a gyerek kívánjálott lemez. És egyszerűen a Gyuszinak volt nagyon, pedig óriási, nagyon kevés zenész tudok, az egy kezemben is meg tudom számolni a Magyarországon, de még talán viszonylatban is. És most nem a virtuozitása, vagy a technikai, meg a hanem arra gondolok, hogy Gyulának volt mondani valója és elképzelése egy zenéről, ami az övé. És egy nagyon jó band leader volt, ahogy mondják. Egy nagyon-nagyon jó zenekar. És amit nagyon szerettem, hogy ő akkor elkezdett gitározni, nekem ő volt a kedvenc, és mindenáron tőle akartam tanulni, rögtön mesélt a gitáron. Igen. Amikor ő gitározott, az rögtön egy mese volt. A zenét. Ő zenét. És én azt hiszem, hogy azért nem volt, és az egyik utolsó beszélgetésünk, akkor a Jazz-be vendégem volt, mert hogy az az új bandája volt, az a klassz, amit nagyon szeretett szegény, az az utolsó, amivel lemezt csinált. És én mondtam neki, hogy Gyuszi, mondom, hidd el nekem, mert én a hátad mögött is ezt mondom, hogy borzalmasan nagy muzsikus vagy. És amikor te fölveszed a gitárt, már alig várom, hogy mi lesz a következő hang, amit játszom. Igen, és nagyon aranyos ember volt, nem letanította az összes magyar gitáros tőle. És soha nem kérdeztem rögtön, tehát nem volt benne egy irítség. De a Lakatos Palinak elment kísérő gitárosnak a háta mögé. Elment fel muzsikálni, úgyhogy egy kört nem szólozott, csak kísértem. Nagyon jó ember volt. Emlékszem, amikor életem első gitároráján ültem nála a jazz tanszakon, és jött haza Amerikába, és akkor pont ezt mondta, hogy mondták neki ott a Mattini, azt hiszem, amit mondta, hogy te teljesen másképp gitározol, mint mi. És akkor ugye elmosolyodott, rám nézett, és azt mondja, hát tudod, hogy van, azt mondja, szarabb, de más. És azt nem hitte el, hogy nem szarabb. Nem, nem, nem. És itt azt hiszem, hogy azért alakult ki benne egyébként ez a gátlásosság, vagy nem tudom, ezt minden, nem tudok rá most jó szót mondani, amit mondtál, Béluskám, hogy önbizalom hiány. Vagy. Sok. Mert hogy egy olyan közegben nőtt ő fel, vagy egy olyan közegben, ahol mindenáron az volt az elvárás, hogy virtuóznak kell lenni. Hát egy olyan, egy olyan kultúrkörben nevelkedett, ahol úgy osztogatták az érdemeket, vagy a titulusokat, hogy aki nem George Benson játszik, az nem itt, az nem tud semmit. Igen. Ez sajnos. De Szabó Gábor itt nem lett volna nagy gitáros, mert a Szabó Gábor, az arra itt azt mondták volna, hogy nincs technika, nincs. Kiment Amerikába, és lett. Mert azok rájöttek arra, hogy borzalmasan nagy muzsikus. Nagy muzsikus volt, de az is egy másik példa, engedd meg, hogy kijavítsak, mert akkor, abban az időben, aki kiment a kelet-európai blokkból, az a vasfüggöny mögül jött.
Ez igaz, pláne Tehát 56-ban. az időt úgy vették ott, hogy rögtön, hát a George Brown, meg a Vitus, meg az a Jan Hammer, aki a Miami Vice-nak ismerősében, ezek kimentek egyszerre egy a Szabó Gáborra egy időbe, és nem az, hogy kifutási ideje volt az ő ismertségüknek, hanem például a George más második hét után a Sarah Vaughan kísérte. A Vitus a Vedderlipóban. Tehát az ilyen szenzációnak tűnt, hogy a vasfüggő mögül ez is tudják. Igen, egy így kicsit van. Ennek a szellemét, ez az amerikai szellemét én is megéreztem, amikor 98-ban kimentem először, már mint ezt a befogadást. Mert amit te mondasz, hogy akkor ugye az az amerikai föld volt, aki befogadták, ez egy bevándorló föld. Hogy senki, ugye múltkor ez ki a Nemzetközi Jazznapon kiemeltük, hogy bevándorló föld, és a jazz is egy bevándorló zene, és ott az ottani afroamerikai között egy keveredés a bluesból, ugye, és akkor voltak a... Abszolút. És ha tényleg ott, te tudsz játszani, akkor tudta játszani, akkor gyere játszunk, és kész. Ennyi volt. Azt se tudták, hogy hogy mi a neved, meg hogy hívnak, hanem a zenére voltak kíváncsi. Akkor még, akkor, de, és még abban az időben, 60-as években, amikor ugye az arany korja volt a jazznek, és hát hetente, naponta jelentek meg jazzlemezek. Én nem tudom, hogy az igaz még, amikor Szabó Gábor 83-ban itt a Hungarotona, vagy a valakivel kötött, vagy a Pat Pita kiadóval, arra nem tudsz valamilyen sztorit. Én úgy hallottam, hogy abban az időben, ami 40 ezer dollárt kapott már akkor a magyar kiadótól. Nem tudom. Ez nagyon nagy dolog. Épp most vissza, ugye a Les Zimmer, ő is ugye a Tarzan, ő meg az Al Jarreau fedezte föl. Bizony. Bizony. És annyira tisztelte ott az Al Jarreau, hogy amikor ugye itt volt ez az énekverseny a Magyar Rádióban, eljött zsűri elnöknek. Ez nem kis dolog, mert azért a Jarreaunál nagyobb sztárt azért nagyon nehéz mondani, mert őt a pop rajongók is nagyon szeretnék. Persze. De jó lemezeket csinált a 80-as évek. Hála Istennek, például a Robi, a Bottos Robika. Bizony, ő játszott. Én nagyon sokat játszott az Al Jarreauval. Bizony. Ő tipikus példája annak, hogy a mi körünkből jött, ugye, és hát fantasztikus tehetség, úgy, mint a többiek, és ez a generáció. Nagyon sikeres, mert a Robi így van kint is. Akik jutottak az akkori Füsti Balog Gábor tehetségkutatóversenyen, így gondolok a Karcsra, a Robikára, Balázsra. És Patal Gyuri. És hát így Patal Gyuri. Szabó Dani. Szabó Dani, így van. És hát a Dani meg hát azt hiszem, hogy a Robi talán a legnagyobb karriert futotta be avval, hogy ő kint tudott maradni. Mert lassan... Hát ez tény, hogy ő... Ne szényezem is a magyarokat, most már megmondom őszintén itt, hogy lassan világsztár lesz, és nem kap meg. Az, Magyarországon. Ez abszolút film, szerintem. Igen. És hát a Feri is, az öccse, ugye őt dobosként nagyon jól funkcionális. Igen. Tehát azért vannak a magyarok. De a Dani is egyébként, a Szabó Dani is ugye kint él Amerikában, majd most már ilyen két laki életet él, és hatalmas ennek kell muzsikál. És hát dobosban is ugye Német Feri is New Yorkban, nagyszerű. Hát ő az első magyar jazz dobos, aki Grammy-díjat kapott. Bizony. És a Borlai Gergő, aki most a izével turnézott, éppen a Frank Gambale-val turnézott. Méghozzá úgy, hogy az a neve a Frank Gambale zenekarának, hogy All Star. Így van. Nagyon. Tehát nem kis dolog a Frank Gambale All Star zenekarba. Igen. Nagyon nagy dolog. Óriási dolgok ezek. Óriási dolgok. Igen. Hát igen, Csubó, nem akarom átvenni a szerepedet, de megengeded, hogy egy kérdést feltegyek persze, a Bécinek. Nyugodtan. Köszönöm. Béci, láttam, hogy stúdióba vonultatok, és elkezdtétek felvenni a triót, a második lemezt. Hol tart a dolog? Kész vagytok, és mikorra várható, hogy megjelenjen? Hát nagy örömmel, köszönöm a kérdést, nagy örömmel bementünk, mert kaptunk a felkérést a Unia Rekosztó, hogy csináljuk meg rögtön most, még meleg a második trió lemez. És ugyanúgy álltunk neki, hogy semmit nem próbáltunk, 15 percet sem. Kaptunk 3 napot, második, a harmadik, a negyedik, és az első napot
reggeltől estig avval töltöttük, hogy beálltunk. Már milyen értelemben? Hát nem a szó, a szebbik értelemben. Tehát a beállításokat, a zongora, a dolg, és elég jó szólt. Aztán másnapra lebetegedtem. Jaj. Lebetegedtem, lázas voltam, meg bedagadtam angolám is. Az, hogy beálltuk a hangszerekkel, és le kellett bontani az egészet is. Most átolódott júliusra, de akkor második nekifutása újból kezdjük. És a Fusion zenekarra csináltok lemezt? Az a Renaissance nevű formát. Igen. Hát egyelőre most elkezdjük, nyáron elmegyünk egy pár koncertre, hogy jobban összeelegedjünk, és azt a tavaszra tervezem mindenképpen, igen, hogy de csinálunk lemezt. Klassz. Ja. Szuper. Bocsánat, hogy megint én kérdezek, de azért belőlem is kibújik a műsor készítője, nem bocsánat, Csumó, vagy mindenkitől, de az van, hogy már magánbeszélgetésben akartam tőled, Véci, kérdezni, de miért ne kérdezném meg így, hiszen semmi olyan titkolnivaló nincs ebben a kérdésben, ami miatt ne tehetnem fel így adásban, hogy bevallom őszintén, és tényleg Isten látja a lelkemet, ezt minden támadás nélkül mondom, hogy egy picit csodálkoztam, hogy te, aki a mainstream, a fősodrás, világszínvonalú és zseniális képviselője vagy, hogy csináltál egy ilyen fúziós zenekart. Ez tényleg őszintén csodálkoztam egy picit, hogy a PC ilyen zenekart, bár tudom, hogy például annak idején Katonatáriba, Babos Gyuszéka játszottál ilyen zenét, meg sokak, másokkal is, de most már valahogy én annyira úgy gondolok rá, hogy ugye trióban játszol standardeket, vagy saját kompozíciókat, de abszolút mainstream vonalon halad, hogy csodálkoztam, hogy mi volt, ami ezt így beindította benned? Két dolog, ami nagyon meghatározó, az, hogy kicsit öregnek érzem már magam, és ahogy játszok Straight-ahead-et, vagy ilyen swing alapú muzsikát, biztos, hogy jó, vagy azt nem tudom, más ítéli meg, de az én szememben, hát már kicsit úgy olyan értelemben mondom, hogy úgyse tudom akcentus nélkül játszani, akkor miért ne csináljam a saját zenémet. A másik meg az, hogy apám egy életen keresztül ezért rágta a fülemet, hogy nyissál valami más felé is, hogy ezt mindig karban kell tartani, ezt a swing alapú muzsikát, nem is azt mondjuk, hogy nem mondjuk azt, mindegy, rá mondjuk, hogy bebop, nem bebop. Én inkább úgy szeretem, az úgy beskatujász mindenkit, és a bebop teljesen másfajta muzsika volt, amit most játszanak a fiatalok, vagy akár mink. Szóval ezért rágta a fülem, és mikor meghalt, akkor ezt úgy éreztem, hogy neki szót kell, hogy fogadjak, hogy nyitott erre felé is, és nagyon jól érzem az benne. Yes. De jó. Nagyon jó. És most, Lacikám, te mit csinálsz most? Most hallottam, hogy volt egy műsor. Gyakorol. De ezt akartam tőled, hogy volt egy műsor, ami most megszűnt végül is. Igen, a Klubrádió megy tovább a Jazz-tesz vasárnap estjékén, de a Rádió Diken volt ugye a Jazz Panoráma, az kétszer volt egy héten, és a jazz műsort és a klasszikus zenei műsort, amit a Suki Andris barátom csinált, ezt a kettőt megszüntették, úgyhogy most elindítottam egy olyat, hogy van ez a Patreon oldal, és azon csináltam egy Halper Studio nevű saját oldalt, hogy a Klubrádió mellett, ami olyasmi interjú, ami esetleg egy jazz műsorban nem feltétlen fér bele, vagy egy picit más zsánerű, amit oda nem gondolnék. Meg egyáltalán ennek az oldalnak most az a lényege, ez a Halper Stúdiónak, hogy az az alcím, hogy minden, ami Halper, tehát itt a Halper design dolgai is. Igen, azt látom, hogy igen, dizájnkoc is, ez hogy jön? Azt is csinál. Ez régi dolog neked ez? Hát ez annyi, hogy nekem, tudod, édesapámnak nagyon, hát ugye órásmester volt, és versenyszerűen repülő modellezett, tehát egy borzalmas kézügyességű ember volt, és én gyakorlatilag, hogy kitotyogtam az itt a lakásban, van egy ilyen kis cselédszobaszerű, amiben volt a kis modellező műhelye, én attól kezdve vele bicsköltem ott, és szeretek barkácsolni, és úgy szerettek tárgyakból valami más csinálni. De nagyon, tehát amikor arra már használhatnak. Nagyon nagy dolgokat csinálsz, láttam.
Nagyon komoly. Úgyhogy ez, meg ugye az új zenéimet is, akkor arra gondoltam, hogy ezen a Patreonon osztom meg esetleg írásaimat, úgyhogy ezt elindítottam. Meg a Halper Quintettel most elkezdtünk egy új programot játszani, mert szeretnék egy második lemezt velük, és a barátaimmal, ugye Kolman Gabi, Bér Zsolt, Kovács Zsolt, Samko Jancsival, és hát, hogy az úgy, hogy az előbb Béci mondta, hogy egy kicsit bejáratodjon a dolog, mostani koncertjeinkkel már egy új programot játszunk. De jó. Na, hála is. Karcsikám, mit várhatunk a közeljében? Így van, Karcsikám, most mondd meg, hogy mire számítsunk. Hát jön a nyár, úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit kigyúrom magamat, mert hogy... Én is csak én hasra gyúrok, az a baj. Jó van. Beach testet elő kéne állítani. Nem, hát az a helyzet, hogy egyébként tényleg jó tenni egy kis sportolás az embernek, de hát ez sajnos nagyon távol áll tőlem. Az a helyzet, hogy nagy öröm a számomra, hogy augusztusban stúdióba vonulunk a megújult triómmal. Ugye a fantasztikus fiatal tehetség, a Pege Aladár Jazz nagy versenygyőztese Jónás Géza bőgőzik, és hát az én korosztályomhoz tartozó Vágyi Balázs nagyszerű dobos alkotják a ritmus szekciót, és ez egy olyan lemez lesz, aminek az lesz a címe, hogy The Tribute to Giants, mert hogy írtam, nem is tudom, hogy 7 vagy 8 számot írtam, nem tudom most írtam megmondani pontosan, és mindegyiket egy-egy nagy amerikai jazzzenésznek dedikáltam, és az ő stílusukban próbáltam megírni a dalokat. Super. Úgyhogy ezt fogjuk rögzíteni, és ez azért is lesz számomra különösen nehéz feladat, mert attól függetlenül például, ugye, hogy mit tudom én, írtam egy számot a Petersonnak, ami nyilván egy blues téma, hát ugye ez nagyon jellemző volt rá, de hogy utána az improvizálásban nem szeretném azt, hogy egyfajta ilyen Peterson paródia legyen, mert úgyis, ha én megpróbálom utánozni, abból úgyis paródia lesz, hanem hogy akkor önmagamat adni, de hogy azért a téma úgy szólaljon meg, hogy mindenkinek, vagy jó esetben mindenkinek mondjuk Peterson jusson eszébe, és aztán ugye ez tényleg egy szép, meg egy nehéz feladat lesz, hogy utána az improvizáció az ne arról szóljon, hogy most én megpróbálom utánozni a Peterson, mert mondom, úgyse sikerül, de most nem azért mondom, nem csak nekem, nem senkinek nem kiderül, nyilván hiszen akkor egyéniség volt, és ez ugye minden dalra igaz, tehát például írtam egy dalt, ami Pat Metheny-nek szól, akkor most ő hiába más hangszeres, de azért majd megpróbálok úgy játszani, hogy ne akarjak ilyen Metheny sem, vagy Nathan Lyon Mace sem játszani, úgyhogy ez most így már egyre erősebben jár a fejembe, hogy ez... Na, az jó ötlet. Tumókám, alig van időnk, bocsánat, hogy én most meg én ragadom. Te mondd meg, hogy te veled mi van, mit csinálsz, mind dolgozol. És hirtelen nem is tudom, mert... Hogy a Szolláti itt az végképp elegetni? Nem, hát ez... A Szolláti most egy ideje már szünetel, aztán majd még meglátjuk, hogy mi lesz vele, aztán épp mai nap mindjárt nézem az órát, hogy nekem is lassan el kell indulnom, mert játszom a Torma Rudival, meg a Tála Sáronnal. Hát, tényleg ma. Nagyon jó, hallottalak köszönjük benneteket, szépen. Nagyon jó. Budapest Jazz Club, aztán meg majd játszunk a Opusba, meg játszunk nyáron a Művészetek Földjébe, ott a Cheesy Dobol, úgyhogy én most így triózgatok többnyire így a Rudival, meg írok zenéket, meg tanítgatók, meg hát mindenféle dolgot csinálok. Meg hát most csinálom ezt a podcastet, amit szeretném hetente, vagy akár két hetente, úgyhogy majd egyénileg is szeretnék veletek csinálni külön-külön, mert hisz annyi minden, annyi kérdésem lenne, de nem férünk be, meg annyi zenészről szerettem volna beszélgetni, úgyhogy majd ezt szerintem, ha van kedvetek, akkor folytatnánk valamikor. És akkor nagyon köszönöm. És hát köszi, hogy meghívtál. Én köszönöm, hát Karcsinál is már voltam, ugye ő a Karc FM-ben van, meg ő csinált nagyon jó interjúkat vele. Most gondoltam, hogy akkor én csinálok vele, meg a Lacival is, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek, meg a Bélának is köszönöm a sztorikat. Köszönjük. Köszönöm. Jól éreztem. Na, én is örülök, hát és sajnos a gyerekek, köszönöm. És végül is akkor arra jutottunk, hogy azért a magyar jazz sikeres. Így van. Nem? Így van. Nagyon és sok világhír. És ez nagyon így van. Így van.
ne haragudjatok, csak egyetlen egy mondat. Igen. Ha nem figyeltem, akkor elnézést kérek mindenkitől. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos embert nem említettünk meg, Fogarasi János. Így van, és Vukán György. Legalább a neve hangozom. Fogarasi János, Vukán György. Így van. Igen. Ennyi volt a mai podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Hamarosan folytatjuk. Sziasztok!